Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en Lantos Csaba vagyok, köszöntöm Önöket. Megérkezett Budapestre az aranygép, a magyar olimpikonokat szállító repülő kora délután indult Párizsból, és 15 óra 39 perckor landolt. A gép a leszállás előtt alacsony magasságban tette egy üdvözlő kört a főváros fölött. Később a sportolók és kísérőik buszba szálltak, és a Puskás Aréna szoborparkjába indultak, ahol a Magyar Olimpiai Bizottság a tiszteletükre szervezett ünnepséget. Magyarország olimpikonjai 19 éremmel értek haza Párizsból. Ládába helyezi aranyérmét Márton Viviana a párizsi reptér biztonsági ellenőrzésénél. Kellemes délután kívánunk Önöknek a pilóta főnökéből. A francia fővárosból induló aranygép fedélzetén hétfőn délután indult haza a magyar küldöttség utolsó csoportja is. Itt tartózkodik jelenleg a gép, jön végig ezen az útvonalon. A felszállást követően Svájcon, majd Ausztrián keresztül érte el hazánkat a különleges gép. A repülő mielőtt leszállt volna, egy tiszteletkört is tett a főváros felett. A Magyar Légirányítási Központ kiemelt figyelemmel követte az aranygép útját. Az aranygép sorsát értelemszerűen minden kollega kiemelt figyelemmel követte, sokan figyelték a radaron, hogy hol járnak az olimpikonok, merre járnak, és alapvetően úgy illesztettük be a forgalom menetébe, hogy időben megérkezzen. Fél négy után nem sokkal landolt a különleges járat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az aranygép pilóta fülkéjében két aranyifjonc, Gulyás Michel és Kós Hubert lengette a nemzeti színű lobogót. Egy közös fotózást követően az olimpiai küldöttség tagjait külön buszokkal szállították át a Puskás Aréna szoborparkjába, ahol taps és újongás kíséretében találkozhattak hozzátartozóikkal, valamint az itthonról szurkoló rajongókkal. Az olimpián arany és ezüstérmet szerző Milák Kristóf megtörte a korábbi hosszú hallgatását. Ezúttal nem csak közös fotókat készített és autogramokat osztott, de köszönetet is mondott a közönségnek. Az elmúlt két évet tekintetbe véve csak annyit szeretnék mondani, hogy mindenkinek köszönöm szépen, aki szurkolt és bízott bennem, és ott volt. És tényleg rengetegen voltam ott mellettem, körülöttem, rengeteg üzenetet kaptam, rengeteg bíztató szavat, és tényleg köszönöm mindenkinek, aki feltétlenül bízott bennem, és bízott abban, hogy végül sikerrel járok el. Köszönöm. A magyar olimpiai csapat összesen 19 érmet hozott haza Párizsból. A sportért felelős államtitkár szerint nem csak ezért volt különleges magyarnak lenni a francia fővárosban az elmúlt két hétben. Fantasztikus sportembereink vannak, mert túl azon, amit én még az eskütételen kértem, mondtam nekik, hogy kívánom, hogy szerepeljenek jól, és önmaguknak a legjobbját nyújtsa mindegyik sportolónk. Emellett mutassanak példát emberségből is, fair playből is. Mindenki, aki meglátta a Hungary-s feliratú pólót, oda mosolygott, nagyon nagy tiszteletnek örvendenek a magyar sportolók. Én azt tudom mondani így több mint két hét után, hogy kiváltság volt magyarnak lenni Párizsban. A sportért felelős államtitkár azt is mondta, ahogy a magyar kormány eddig, úgy továbbra is kiemelten támogatja a magyar sportolókat. Hangos robbanások rázták meg Moszkvát hétfő éjjel. Az első beszámolók szerint az ukránok drónokkal támadták az egyik katonai repteret. Egy hete indított támadást Ukrajna-Oroszország ellen, ami lázba hozta a nyugatot. Több elemző szerint is itt az ideje, hogy még több fegyvert és pénzt küldjenek Ukrajnába. Közben az is kiderült, Németország egy Oroszország elleni háborúra készül. Hangos robbanások rázták meg Moszkva környékét, Ukrajna feltehetően drónokkal támadta az orosz fővárost. Az ukrán akcióról több felvétel is megjelent, úgy tudni, hogy Kijev egy olyan katonai repülőteret lövetett, amelyeken különleges gépek állomásoznak, köztük feltehetően azok a személyszállítók is, amelyeket Vlagyimir Putyin használ az utazásaihoz. Elkeseredett harcok folynak Kurszk megyében is, ahol az ukránok egy hete indítottak támadást. Az orosz vezérkari főnök korábban azt állította, megállították az ukrán betörést, ennek ellenére folyamatosak az összecsapások. Vlagyimir Putyin végleg elvesztette a bizalmát a hadseregben és új stratégiát vezet be. Ezt állítja egy amerikai hadtudományi intézet. Elemzőkre hivatkozva azt írják, az orosz elnök már csak a titkosszolgálatban bízik, Kurszk védelmét pedig mostantól az FSB, vagyis a Szövetségi Biztonsági Szolgálat irányítja. Volodymyr Zelenszkij vasárnap igazságosnak és méltányosnak nevezte az ukrán ellentámadást.
Azt mondta, olyan területet támadnak, ahonnan Moszkva légicsapásokat indított. Csak a nyár elejétől kezdve a Kurszki területről Szumi ellen csaknem 2000 csapást indítottak az oroszok. Tüzérségre, aknavetőkre, drónokra gondoljanak. Minden ilyen csapás méltányos választ érdemel, fogalmazott az ukrán elnök. Moszkva sem maradt adós a válasszal, a keleti fronton folytatódik az orosz hadsereg előrenyomulása, ami miatt újabb megyékben rendeltek el kötelező kitelepítést. Moszkva azt is kijelentette, az F-16-os vadászgépek miatt egy új rakétát fejlesztettek, ami sokkal pontosabb és komoly meglepetéseket fog okozni az összes nyugati vadászgépnek. Az ukrán hadművelet egy hete tartja lázban a nyugatot, sokan óriási sikerként értékelik a támadást. A Washington Postban egy amerikai biztonságpolitikai szakértő arról írt, az ukránok felfedezték a hatékony fegyvert Moszkva ellen, és a hátulról indított támadások sokkal hatékonyabbak, mint a nagy offenzívák. Max Booth szerint itt az idő, hogy Washington több támogatást adjon, és engedélyezze az amerikai fegyverek bevetését Oroszországon belüli célpontok ellen is. Közben a német hadsereg is háborúra készülhet Oroszország ellen. A Bundeswehr egyik magasrangú parancsnoka szerint 5 éven belül sor kerülhet egy nyílt katonai konfliktusra a két hatalom között. A német fegyverkezés is elindult. Moszkva figyelmeztetése ellenére ugyanis hamarosan Oroszország ellen is bevethető rakétákat telepítenek Németországba. A német liberális pénzügyminiszter a minap erről azt mondta, csak ezekkel a fegyverekkel lehet elrettenteni Vlagyimir Putyint és megteremteni az egyensúlyt. 40 perces késéssel kezdődött Donald Trump interjúja az X közösségi oldalon. A korábban Twitternek nevezett platform tulajdonosa Elon Musk beszélgetett volna a republikánus párt elnökjelöltjével, de az oldalt jelentős kibertámadás bénította meg. A késéssel indult interjút közel 1 millióan követték. Ebben Donald Trump azt mondta, az Egyesült Államokat migrációs válság sújtja. Mint fogalmazott, 20 millió illegális bevándorló van az országban, és a demokraták élükön Kamala Harris elnökjelölttel továbbra sem tesznek ez ellen semmit. Mint fogalmazott, ha novemberben elnöknek választják, akkor a történelem során még nem látott mennyiségben utasít majd ki migránsokat az országból. A volt elnök kitért arra is, hogy az izraeli vaskupolához hasonló légvédelmi rendszert építene, hogy megvédje az Egyesült Államokat egy esetleges támadástól. Donald Trump azt is bejelentette, októberben visszatér a pennsylvániai Butlerbe, ahol merényletet kíséreltek meg ellene. Már halálos áldozata is van az Atén környékén tomboló erdőtüzeknek. Egy nő összeégett holttestére egy boltban találtak rá a fővárostól északra fekvő térségben. Ezreket evakuáltak a lángok elől, miután a tűzoltók bejelentették, lakóházak, iskolák, üzletek válhatnak a tűz martalékává. A lángok vasárnap csaptak fel 35 kilométerre Aténtól. Hétfőn már legkevesebb 40 helyszínen egyszerre tomboltak a tüzek. Volt, ahol 25 méteres lángok csaptak fel. A szél a város felé fújja a füstöt, sokan nem tudják elhagyni otthonukat, olyan szennyezett a levegő. Vannak, akiket légzési problémákkal kellett kórházba szállítani. A Richter skála szerinti 4,4-es erősségű földrengés volt Kaliforniában, a földmozgás Los Angeles-től San Diego-ig érezni lehetett. Los Angelesben diákokat evakuáltak egy iskolából, miután az egész épület mozogni kezdett. Pasadenában a városházán csőtörést okozott a földrengés, az épületből ömlött a víz. A térségben jelentős károk nem keletkeztek, az emberek azonban megijedtek, miután egy hete a mostaninál valamivel erősebb földrengés volt a térségben. Bűncselekményé fajult két család évekre visszanyúló vitája Ercsiben. Szombaton egy férfi tett bejelentést a Fejér vármegyei rendőrségen, hogy többen rátámadtak hozzátartozóira, akikre gázriasztó, valamint gumilövedékes fegyverekkel lövöldöztek. Ketten megsérültek, a tettesek pedig elmenekültek. Őket végül másnap a terrorelhárítási központ egységei fogták el. A rendőrök összesen 17 férfit állítottak elő, közülük 15-öt őrizetbe vettek. Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt kell majd felelniük a bíróságon. A szabadság és az autonómia témája idén a tokai írótábornak. A megnyitón a miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta, egyre nagyobb szükség van olyan tehetséges és lelkes írókra, akik értéket tudnak teremteni. Nyitrai Zsolt hozzátette, az elmúlt időszak kormányzati döntéseiben látszik, hogy a kulturális élet területén is nagyon sok jó eredmény született. Mi hiszünk abban, hogy a kultúra nemzet fenntartó erő, és ez a kultúra most egy globális támadás alatt van.
minden eszközzel, minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatni, segíteni, védeni kell tehát a nemzeti kultúrát. Kimondom azt is, hogy a magyarországi kulturális élet, a magyar írók közössége a számíthat Magyarország kormányának a támogatására. Ez volt a Híradó, most a Nemzeti Sporthíradó következik Csanádi Kristóffal. Maradjanak velünk!